Michael J. Sullivan, Rária krónikák, negyedik könyv, a smaragd vihar, nyolcadik fejezet, a szarv. Az első néhány felkavaró nap múltán az élet kiszámítható kerékvágásba zökkent a smaragd viharon. Minden reggel a felső fedélzet lesikálásával kezdődött, annak ellenére, hogy a deszkáknak ideje sem volt az előző nap óta összekoszolódni. Aztán reggeli következett. Őrségváltást követően folytatódott a sikálás, ezúttal az alsó fedélzeten. Délben Bishop hadnagy, vagy egy másik tiszt a nap segítségével meghatározta a hajó helyzetét, és jelentett a kapitánynak. Ezután a legénység az árbócokon és vitorlarudakon gyakorlatozott, útnak indították a csónakokat, átszállást imitáltak, íjászatot gyakoroltak, az ostromgéppel foglalatoskodtak, és kétkezi küzdelemre edzettek. Nem meglepő módon Hadrián jó pontokat szerzett a harcban és íjászatban, és ügyessége nem került el Grady figyelmét, aki elismerően bólogatott. Időről időre az embereket összedobolták, hogy a fedélzeten büntetés végrehajtást nézzenek végig. Eddig négy korbácsolásra került sor, de Hadrián csak névről ismerte az áldozatokat. Délután a legénység megkapta a grogját, azaz rummal kevert cukros vizet, aztán este a hajócsendőr végigment, hogy meggyőződjön róla, minden tüzet eloltottak. A legtöbb nap ugyanúgy telt, de azért akadt kivétel. Toldozó napon a kapitány délután több időt biztosított az embereinek, hogy összevarják a szakadásokat a ruhájukon, vagy a passzióikkal, mondjuk fa és csontfaragással foglalatoskodjanak. Mosónapon megtisztították a ruhájukat. Az édesvíz használata tiltott volt, és nem kaptak szappant, ezért az ingek és nadrágok általában jobban néztek ki egy esőben töltött nap után, mint a mosónapot követően. Mostanra már mindenki jól tudta a kötelességét, és viszonylag megfelelően végre tudta hajtani azt. Hadrián és Royce örömére rajtuk kívül került más újonc is a hajóra. A legénység egy negyedét tették ki a kényszertoborzással újonnan összeszedett matrózok. Sokan egészen messziről, Alburnből és Dunmoreból származtak, és legtöbbjük még sohasem látta az óceánt. A többi ember ügyetlenkedése és Wyatt segítségnyújtása mellett így nem tűnt fel a két kalandor tapasztalatlansága. Már mindketten ismerték a napirendet és a feladataikat, és maguktól is elboldogultak. A smaragdvihar folytatta útját délfelé, a szél a bal oldalról fújt, és a hajó kecsesen megdőlve dacolt a tenger hullámaival. Vagy túlzottan délen jártak, és eltolódtak az évszakok, vagy az ősz áldotta meg őket a kiváló időjárással. A parancsnok segédje és egy raktárnok megjelent a fedélzeten az első kongatásnál, hogy kiossza a legénység grogját. Már négy napja vitorláztak, mire Royce végre hozzászokott a himbálózáshoz. Visszatért az arcszíne, de a kedve még egy hét múlva sem javult, többek között Jacob Durning folyamatos vádaskodása miatt, aki rá akarta bizonyítani, hogy köze van Drew halálához. Miután elvágtam a torkát, egyszerűen bedobom a tengerbe, ecsetelte Royce a társának. Átvették a grogjukat, és miközben a legénység szétszóródott a fedélzeten a ragyogó napsütésben. Royce és Hadrián keresett magának egy kényelmes, félelső helyet a középfedélzeten, a csónak és a rekeszfal között, ahol a vitorlakészítő és a segédei a maradék vásznat hagyták. Ebből a fényűző nyugágyból figyelték a tündöklő kék eget és a rajta úszó csinos bodor felhőket. Éjszaka átdobom a hajókorláton, és akkor mindörökre annyi neki. Még a test sem fog kiúszni a partra, mert a cápák eltüntetik. Kényelmesebb, mintha lúgba vártanám. Na jó, vegyük át még egyszer. Hadrián kezdett belefáradni a társalgásba. Nem ölheted meg Jacob Derlinget. Még fogalmunk sincsen róla, mi folyik itt valójában. Mi van, ha ő merrig beépített embere? Ezért hát, amíg valami biztosat nem tudunk, akármit, senkit sem ölhetsz meg. Royce morcosan összefűzte a karját a mellkasán. Térjünk vissza arra, amit tudunk, folytatta a zsoldos. Mint például, hogy Bernie Defoe egykor a fekete gyémánt tagja volt. No csak, valóban, ez érdekes. Lássuk csak, van itt nekünk egy rakományra való elf, annyi fegyver, amennyivel egy egész hadsereget fel lehet szerelni, egy strázsa, a hozzátartozó szérettel,
egy tenkin, na meg egy volt gyémánt. Tranik, valahogyan benne van a dologban. Kétlem, hogy egy strázsa csak a kéjutazás kedvéért csatlakozott volna a társasághoz. Úgy kilóg a többi közül, mint a kés a matróz hátából, ezért nem gondolom, hogy bármi köze lenne az egészhez. Na jó, tegyük egyelőre talomba, így Börni kerül a lista élére. Ugyanakkor munkálkodott a gyémánban, amikor te és Merrick? Royce bólintott. De sosem dolgoztam vele, igazából alig láttam. Börni vakontként szerepelt a csapatban, leginkább kripták kirablására szakosodott, aztán elásott kincsek felkutatására képezte tovább magát. Önerőből megtanult olvasni, hogy nyomok után szaglászhasson a régi könyvekben. Megtalálta az oromsarkot, meg a liráni kliprát, ami állítólag a viláni hegyekben nyugszik eltemetve. Szép holmikkal jött vissza, de kísértetekről meg goblinokról hadovált. Végül valami nézeteltérése támadt az ékszerrel, és csak hamar egyedül folytatta az ipart. Aztán többé sosem hallottam róla. De Merrick tudta kicsoda, igaz? Igen. Gondolod, hogy felismert? Nem tudom, talán. De úgysem árulná el, hogy így volt, nem annyira ostoba. Szerinted van esélye, hogy új lapot kezdett, és igazából felcsapott tengerésznek? Körülbelül annyira esélyes, mintha én tenném. Hadrián komoly tekintettel fürkészte a barátja arcát. Akkor első helyre teszem. Na és a tenkin? Hát, az sem egy hétköznapi figura, ő... Föld! Kiáltotta az őrszem az előárboz tetején, és a bal oldalra mutatott. Royce és Hadrián felkeltek, és árgus szemmel kémlelték a tengert a megadott irányban. A zsoldos nem sokat látott, kivéve egy vékony, szürke sávot, de mintha két torony emelkedett volna a távolban. Az ott nem? Drumindor, fejezte be helyette Royce, a válla fölött hátra pillantva, aztán Rumja társaságában újra elhelyezkedett a vásznakon. Tényleg? Ilyen sokat jöttünk. Jó ideje, nem jártam ennyire délen. Na és emlékeztess rá. Na jó, az erőd nem tartozott a legsímább munkák közé, de legalább a város szép. El kell ismerned, hogy Tordelfur jobb hely, mint Kolnora. Kellemes éghajlat, élénk színű épületek a zöldeskék tenger partján, a köztársasági kikötő. Te is szereted a szabad városokat, nem? Igen. Emlékszel, hányszor beverted a fejed? Hadrián összevonta a szemöldökét. Te tényleg gyűlölöd a törpöket, igaz? Őszintén szólva azt is csodálom, miért engedted Magnusnak, hogy megszálljon az apátságban. Jó, szóval hemzseg a város a törp épületektől, de ezt meg kell hagyni, jól megépítették, ezt nem tagadhatod. És a bor is íz lett, emlékszel? Royce megrántotta a vállát. Mit is akartál mondani a tenkindről? Ja, igen, Staulnak hívják. Nem az, aki köpött tengerész folyta. Hát nem, rázta a fejét Hadrián. Harcos, akár csak a legtöbb tenkin. Azt azonban érdemes tudni, hogy a tenkinek sohasem hagyják el Gúr Emet. A micsodát? Nem jártál még Káléban, ugye? Az egész keleti rész egyetlen összefüggő trópusi erdőség, és a legsűrűbb dzsungelt Gúr Emnek nevezik. Most először láttam tenként Kálén kívül, úgyhogy szerintem ez a Staul valami számkivetett. Nem olyannak tűnik, akivel Merrick üzletelne. Akkor Börni marad a lista élén. Hadrián eltöprengett egy pillanatra. Gondolod, hogy van valami köze Drew halálához? Talán, felelte a társa, és belekortyolt a rumba. Aznap éjszaka ő is a főárbócon tartózkodott, de annyira rosszul éreztem magam, hogy nem tudtam figyelni rá. Mondjuk kinézem Börniből, hogy meglökte. Persze kellett hozzá valami indok. Mindketten benne voltak a kártyajátékban. Drew nyerte az egész summát, és a Börni tényleg tolvaj? Royce megrázta a fejét. A zsuga miatt nem ölné meg. Nem, ha csak nem nagy pénz forgott kockán. Ám azok a részgarasok és ezüstök, amiben valószínűleg játszottak, nem értek volna meg ennyit. Ez persze nem jelenti, hogy nem ő nyírta ki, csak nem a játék miatt. Történt valami más is kártyázás közben? Nem nagyon, bár Drew említette, hogy másnap a reggelinél beszélni fog Gradivel valakiről, aki újonnan szállt fel a fedélzetre, hogy segítsen megtalálni a szarvat. Igazából viccesnek találta. Úgy vélte, a földnyelvet igazán könnyű megtalálni. A reggelinél akart mesélni róla bővebben. Talán meghallott valamit, aminek Defoe nem örült. Ez valószínűnek látszik, de egy földnyelv miatt? Wyatt-tel a kormánykeréknél találkoztak. Tollas kalapját levette, és fehér vászoninge úgy csapkodott barna bőrén,
mint valami egyszemélyes vitorla. Keményen tartotta a vihart, kihasználva a kormánylapát nyomását a szél ellenében. Üveges szemmel bámulta a szárazföldet, de amikor észrevette a két barátot, azonnal leszegte a fejét, és a tájolót nézte, majd az ingójába törölte az arcát. – Jól vagy? – kérdezte Hadrián. – Igen – brekegte a kormányos, majd krákogva kitisztította a torkát. – Jól! – szipogott, és megdörgölte az orrát. – Valószínű, hogy megtalálod – biztosította Royce. – Látod? – bátorította a zsoldos. – Még cinikus úr is jó előérzeteket táplál az esélyeidről. Ez csak jelent valamit. Wyatt az arcára erőltetett egy mosolyt. – Idesüs, van egy kérdésünk számodra – folytatta Royce. – Nem tudod véletlenül, mi ez a szarv? – Dehogy nem, éppen azt bámuljátok – jelentette ki Wyatt, és a földnyelv felé bökött. – Az ott a delgoszi szarv. Hamarosan elérjük, és akkor a kapitány minden bizonnyal megparancsolja, hogy kerüljük is meg, aztán ferdézve haladjunk tovább. Royce homlokráncolva töprengett. – Tegyük fel, hogy nem vagyok tapasztalt matróz. Wyatt felkacagott. Balra fordulunk, és keletnek tartunk. Honnan tudod, hogy így lesz? A kormányos vállat vont. A szarv a szárazföld legdélebbi pontja. Ha ezen a csapáson maradunk, kihajózunk a nyílt tengerre. Odakint pedig nem vár más, mint az örvények, a dakka és a tengeri kígyók. Ha megkerüljük, tehát balra fordulunk, felhajózunk Delgos keleti partja mentén. Aztán mi van arra felé? Nem sok minden. Ezek a hegyek folytatódnak Vándoni, Delgos egyetlen tengeri kikötőjéig. Amellett, hogy a Vandoni fűszertársaság központja, egyben kalózok búvóhelye is, vagy még inkább a kalózok legfőbb búvóhelye. Oda sem megyünk. A viharnak nem kell szégyenkeznie a sebességben, de a sakálok falkába tömörülve addig üldöznék, amíg meg nem adjuk magunkat, vagy el nem süllyesztenek. Hogy tud a fűszertársaság egyáltalán kereskedni ennyi kalóz között? Mit gondolsz, ki a társaság feje? Á, vagy úgy? És azután mi van? Kérdezte Royce. Azután csak a dagasztáni öböl, meg a káléi partvonal, kikötőkkel Wiesbadenben és Dagasztánban. Aztán már az ember elhagyja a civilizációt, és betér a Rabban szigetvilágba, oda pedig senki sem merészkedik, még a kalózok sem. És biztos vagy benne, hogy ez itt a szarv? Igenis, kérem, minden Sáront megjárt tengerész ismeri, lehetetlen szem elől téveszteni a vén Drumindort. A part még több mérföldre húzódott, de az ősi törp építmény már jól látszott. Hadrián még sohasem látott ehhez fogható magasságú erődítményt. Elmosolyodott magában, amikor eszébe jutott, kik építették. A vaskos tornyok a vízmosta szikla alaptól 800 lábra emelkedtek a kupola tetejéig. Egyszerre látszott erődnek és emlékműnek. Egy bizonyos szemszögből két hatalmas, oldalára fordított fogaskerékre hasonlított, két fogaival a tenger felé fordított hengerre. Mindkét torony tetejéről füst szállt fel, középúton tarajok látszottak, mint valami hatalmas teáskanna csőre, amelyek az óceán felé mutattak. A két torony között kő függőhíd feszült, akár egy szemöldökfa a kikötő kapuja fölött. Még éjszaka sem lehet eltéveszteni, úgy kivilágítják. Telihold idején kellene látnod, amikor megfújatják a szellőző nyílásokat. Valódi látványosság. Egy vulkán tetejére épült, és a szellőző nyílások kieresztik a felesleges nyomást. Az erre járó hajók gyakran intézik úgy, hogy teliholdkor kerüljék meg a fokot, csak hogy láthassák a bemutatót. De azért a távolságot is tartják. Az erődöt építő törpök értették a dolgukat. Hajó nem vitorlázhat be a Terlandó öbölbe, ha Drumindor urai nem engedik. Képesek olvadt kőzetet lőni több száz lábnyi távolságra, ami percek alatt hamuvá éget egy vitorlást. Ismerjük, hogyan működik, fűzte hozzá Royce hűvesen. Wyatt felhúzta az egyik szemöldökét. Rossz emlék kötődik hozzá. Egyszer volt itt egy munkánk, felelte Hadrián. Egy Grevis nevű törpe megharagudott az emberekre, akik szerinte megszentségtelenítették a törpök mesterművét. Itt jöttünk mi a képbe, hogy megállítsuk. Betörtetek Drumindorba? Kérdezte Wyatt elképedve. Azt hittem, az lehetetlen. Csak nem, válaszolta Royce, és nem is kaptunk érte annyit, amennyiért megérte volna a vesződtségem. Hadrián felhorkantott. A te vesződtséged? Én hagytam ott majdnem a fogam, amikor átugrottam. Te csak lógtál ott és nevettél.
De hát miként jutottatok be? Úgy hallottam, szigorúban őrzik, mint Cornelius de Lour bukszáját. Nem volt könnyű, morogta Royce. Időközben rájöttem, hogy utálom a törpöket. Nos, ott is, meg... Elhallgatott, és öntöratlanul megdörzsölte a bal vállát. Néhány hét múlva jön az őszi holtörte. Talán a visszafelé úton sikerül elcsípnünk a látványosságot, vélte Wyatt. Az őrszem vitorlákat jelzett. Több hajó csoportosult az erőd biztonságos takarásában, de olyan messze horgonyoztak, hogy csak a csúcsvitorlájuk látszott. Azt hittem, a kapitány mostanra már elrendeli az irányváltoztatást. Túl közel visz minket. Ilyen messzire azért nem lőnek Drumindorból, vagy mégis? Pillantgatott az erőd felé Hadrián. Nem, de erre felé nem csak a vártól kell tartani, magyarázta Wyatt. Birodalmi hajóknak nem biztonságos sokáig időzni ezeken a vizeken. Delgos hivatalosan nem állhat ban velünk, de mindenki tudja, hogy a Delort család a nemzetelvieket támogatja. És hát, balesetek bizony történnek. Folytatták az utat dél felé. A kapitány csak akkor jelent meg a taton, amikor a szarv már a far felől látszott, és messzire elhagyták maguk mögött. Most végre megtudják, milyen irányban haladt tovább a smaragdviar. Lavírozunk, Bishop úr, adta ki a parancsot. Fővitorlát fordíts, kiáltotta a hadnagy, és az emberek munkához láttak. Hadrián legelőször hallotta ezeket a parancsokat, hát örült, hogy a hajószakácsként nem neki kell végrehajtani őket. Hamar rájött, mi is történik tulajdonképpen. A fővitorla fordítás azt jelentette, hogy a vászon immár előről kapta a szelet. Ha az előárbocot és a hátsó árbocot is megfordították volna, a hajó elindul hátrafelé, ám ezzel a beállítással a szél ereje kiegyenlítődött a vásznak között, és a hajó egy helyben lebegett a vízen. Amikor a vihar már vesztegelt, a kapitány elrendelte a helyzet meghatározását, aztán ismét eltűnt a kabinjában, Bishop hadnagyot hagyva a tatfedélzeten maga helyett. Ennyit az útirányról, motyogta magában Hadrián. A nap hátralévő részében egy helyben maradtak. Naplementekor Stuart kapitány megparancsolta, hogy húzzanak fel fényeket az árboc csúcsra, de semmi egyéb nem hagyta el az ajkát. Hadrián felszolgálta a vacsorát, újra főtt, sózott disznóhúst. Már ő is unta az étrendet, de csak az újonnan toborzottak panaszkodtak, akik még nem szokták meg a tengeri élet viszontagságait. Hadrián úgy vélte, a veterán tengerészek még a szárazföldön is ezt a harapnivalót rendelnék, inkább, mint hogy valami megtörje a megszokást. Mert gyilkos, azért! Stahol kiabált, miközben lement a fedélzet alá, kezében az utolsó adag vacsorával. A tenkin kissé görnyetten állt a legénységi kabin közepén. Sötét, tetovált bőre alatt megvillantak az izmok, amint levette az ingét. Jobb kezében kést tartott, bal öklét rongyba csavarta. Melkasa zihált az izgalomtól, arcán őrült vigyor ült, és a szemében baljós fény csillogott. Előtte állt Royce. Megölte Edgar Root! Mindenki tudja, most ő következik! A tolvaj laza terpezben állt, kezét könnyedén összekulcsolva maga előtt, mintha csak néző lenne. A szeme persze egy pillanatra sem hagyta el a kést. Úgy követte, mint macska a fonal útját. Hadrián azonnal rájött, miért. Staul a pengejénél fogva tartotta a kést. Ösztönösen körülnézett a helyiségben, és meglátta Bernie Defoe-t Royce bal válla mögött. A matróz a háta mögé rejtette az egyik kezét. Staul egy pillanatra levette a szemét Royce-ról, de Hadrián észrevette, hogy eközben a test súlyát áthelyezte a hátsó lábára. Nagyon remélte, hogy a barátja is nyugtázta mindezt. A következő pillanatban Staul eldobta a kést. A fegyver tökéletes pontossággal tartott a célja felé, azonban amikor megérkezett, Royce már nem állt a helyén. A kés hegye beleállt az egyik fedélzett tartó oszlopba. Minden szempár Staulra merett, aki fortyogott a haragtól, és szitkokat vágott a tolvaj fejéhez. Hadrián elszakította a figyelmét a tenkinről, és Burnit kereste. A tengerész helyet változtatott. A tömegben megcsillant egy penge. Hadrián szeme megtalálta a merénylőt. Burnie odalopakodott Royce mögé, és rávetette magát. Az áldozat megpördült. Nem ejtették át az összeesküvők. Staul késével a kezében szállt szembe egykori bandatársával. Burnie félúton megtorpant, tétovázott, aztán hátrahúzódott és beleolvadt a tömegbe. Hadrián nem hitte, hogy bárki is észrevette az ordiokos szerepét az egészben.
Úgy, szóval jól táncolsz, kiáltotta Staul, és nevetett. Nagyon helyes, talán legközelebb majd megbotlasz. A jelenetnek vége szakadt, és a bámészkodók csoportja feloszlott. Közben Jacob Durning félhangosan azt motyogta a társai füle hallatára. Jó látni, hogy nem egyedül én vádolom szegény Drew megölésével. Royce, szólt a barátjának Hadrian, és Jacobon tartotta a szemét. Talán jobb, ha a fedélzeten költöd el a vacsorádat, ahol jobb a levegő. Ez kellemes időtöltésnek bizonyult, mondta végül a zsoldos, amikor biztonságban elérték a konyhát és bezárták az ajtót. Micsoda? Érdeklődött Poe, miközben kimérte a ragut a kadétoknak. Ja, semmiség, az imént néhány tengerész megpróbálta megölni Royce-ot. Micsoda? Poe csak nem elejtette az edényt. Most már ölhetek? Kérdezte Royce dühösen, azzal belépett a sarokba, és a falnak vetette a hátát. Kegyetlen kifejezés jelent meg az arcán. De hát ki akarta megölni? Bőrni, felelte Royce. Most akkor mit csináljak? Feküdjek egész éjszaka ébren, és szépen várjam meg, míg ő és a cimborái, bocsánat, segédei megkéselnek? Pó, lehetséges, hogy Royce és én ma itt töltsük az éjszakát? A konyhában? Gondolom. Nem lesz valami kényelmes, de ha Royce nem késik le az őrségről, és jelzett Bishop úrnak, hogy segít neked a főzésben, talán engedélyezi. Nagyszerű, megkérdezem. Még oda leszek, kérlek, Pó. Odalentről hoz nekünk két függőágyat, amit fel tudunk akasztani ide. Royce, össze tudsz eszkábálni valami zárat az ajtóra? Jobb, mint a csaléteknek használnának. Royce a második éjszakai őrségen és az első műszakon is részt vett, amivel naplementétől éjfélig dolgalkat odafenn a kötelek között. Mire visszatért, Hadrian megszerezte az engedélyt, és így a konyhában aludhattak. Poe felhozta a kevéske felszereléseiket, és felakasztották a függőágyakat a keskeny helyiség falai közé. Milyen? Érdeklődött a sötétedő hajókonyhába visszatérő Royce, amikor Hadriant a hálóágyban találta. Mi? Kérdezett vissza a felriadó zsoldos. Ja, megteszi, bár nekem túl szűk. Olyan érzésem van, mint a félbehajtottak volna, de neked pont jó lesz. Hogy ment az őrség? Láttad Defoe-t? Le sem vettem a szemem a jó öreg Bernie-ről, vigyorgott Royce, és kikerülte a felső gerendára akasztott lábast. Hadrian tudta, a barátja élvezi, hogy bosszút állhat a matrózon. Ha valahol előnyre tehet egyszert, az 100 láb magasban volt, rudakról és kötélzetről függesztetve az éjszaka közepén. Hadrian kényelmetlenül mocorgott, amitől a függőágya meglódult és hintázni kezdett. – Mit tettél? – kérdezte gyanakodva. – Igazából semmit, de pont ezzel fárasztottam ki. Még mindig izzad. Tehát felismert. – Az hétszentség, és mint a két hold jött volna fel ma éjszaka, olyan fehér volt az arca. Royce leellenőrizte a Poe által felszerelt függőágyat, és elégedett képet vágott az eredmény láttán. Őszintén szóval meglep, hogy Bernie nem szenvedett végzetes balesetet. Royce megrázta a fejét. Két baleset az én árbócomon? Nem, ennél azért jobban értek a dolgomhoz. Mellesleg Bernie nem is próbált megölni. Pedig egészen úgy nézett ki onnan, ahol én álltam, és mintha összebeszéltek volna. Gondolod? Tűnődött el egy kétszersültes dobozon ülve Royce. A ládát Poe hozta fel a reggelihez. Én nem így csinálnám. Először is, miért kötnek belém egy szemtanúkkal teli helyiségben? Ha végeznek velem, felakasztják őket. Másodszor pedig, miért odalent támadnak meg? Mint mondtam, a tenger kiváló lehetőséget nyújt a holttest eltüntetésére, és annál könnyebb a dolgod, minél közelebb csalod a korláthoz az áldozatodat. Akkor meg mi a fenében mesterkednek? Royce az ajkát csücsörítve megrázta a fejét. Fogalmam sincs. Ha figyelemelterelésből csinálták, hogy átkutassák a holminkat, miért nem a fedélzeten rendezték meg? Ha már itt tartunk, miért van szükség elterelő hadműveletre? Bőven lett volna alkalom, hogy átnézzék a cuccunkat, amikor odafenn dolgoztunk. Gondolod, hogy csak meg akartak félemlíteni? Ha így volt, nem bőrni az ötlet szülőatya. Híres vagyok arról, hogy rövid úton végzek azzal, aki életveszélyesen megfenyeget, de nem nyír ki. Ezt neki is tudnia kellett. Akkor tehát Durning vette rá? Meg lehet, de nem tudom. Durning nem olyannak néz ki, aki parancsolhatna Bernie-nek. Főleg nem ilyen ostoba utasításokkal. Mondasz valamit? Akkor hát... Tompa puffanás hallatszott, mintha egy test ütődött volna a fedélzetdeszkáknak.
Mindketten azonnal talpra ugrottak. Hadrián kicsapta a konyha ajtaját, és óvatosan kikémlelt. A bal oldal állt őrséget, de a megszokott szendergés helyett mindannyian keményen dolgoztak. Éppen csónakpróbát tartottak. A csónakot felhúzták a vitorlarúdra, és átlógatták a hajókorláton. A derekje egyszer nekiütközött a peremnek, aztán leereszkedett a tengerre. Milyen különös időpontot választottak a gyakorlatozáshoz, szólította meg őket Wyatt, és elindult feléjük az első felépítmény árnyékában. Nem tudsz aludni? Kérdezte tőle Royce. Wyatt vigyora világított az éjszakában. Na nézd csak, ki van még szolgálatban, mutatott a tatfedélzetre, ahol Tranik strázsa, Beryl, Dr. Levi és Bernie Defoe áldogáltak. Végig lopakodtak az előfedélzet mellett, és egy-kettőre kijutottak az orba. A korláton áthajolva Hadrián megpillantotta a csónakot, amely hat emberrel az üléseken éppen egy közeli fényforrás felé haladt. Egy másik hajó, mormolta Royce. Tényleg? Kis egyárbócos schooner, lobogó nélkül. Van valami a dregjén? Kérdezte Hadrián. Hát a fizetséget visznek a... A társa megrázta a fejét. Csak a legénység. Addig figyelték a csónakot, míg az evező locsanások elhaltak, aztán vártak. Hadrián a fülét hegyezve, a szemét erőltetve kémlelte a sötétséget, de csak a kis csónak hintázó fénypontját látta, meg a másikat, ami az úti célt jelölte. Visszafelé jönnek, jelentette be Royce, és most van velük még valaki. Wyatt hunyorgott. Ki a fenét vehettek fel Delgosban az éjszaka közepén? Figyelték a visszatérő csónakot. Royce igazat mondott. Volt velük valaki, egy utas. A hajótakaróba burkolt alak aprónak és vékonynak látszott, és hosszú, elnyúlt tészta arca fölött vadulkócos fehér haj világított. Nagyon öregnek nézett ki, öregebbnek ahhoz, hogy matrózként hasznát vegyék. Felkapaszkodott a fedélzetre, aztán hosszasan tárgyalt Tranikkal és Dr. Lévivel. Az öreg holmiát batyugba kötve hozták fel, és tették a lába mellé. Az egyik csomag kioldódott, és két súlyos, bőrkötésű könyv hullott ki belőle a napszitta fedélzetre. Óvatosan, fiam, figyelmeztette az öreg az ügyetlen matrózt. Ezek különleges darabok, és hozzám hasonlóan igen korosak, no meg persze törékenyek. Vigyétek a holmiát a doktor Lévi kabinjába, parancsolta Tranik. Az orr felé pillantott, és hirtelen elhallgatott. Dühösen bámulta a leselkedőket, és elgondolkodva megnyalta keskeny ajkát, aztán lassan elindult feléjük. Eközben szorosan összehúzta magán sötét köpenyét, és felhúzta a vállát, hogy védje a nyakát a csípős széltől. Behúzott nyakával és görbe hátával egészen dögevő madárra emlékeztetett. Mi a fenét csináltok itt a fedélzeten, matrózok? Nem tartoztok a baloldali őrséghez. Szolgálaton kívül vagyunk, uram, felelt mindnyájuk nevében Wyatt, csak levegőzünk egy kicsit. Tranik alaposan megnézte magának Hadriánt, aztán közelebb lépett. Te vagy a szakács, nem? Hadrián gondolkodás nélkül az oldalához kapott, hiányzó kardját keresve. Látott valamit a strázsán, amitől ösztönösen összerándult. A strázsák látványát nem lehetett éppen megnyugtatónak nevezni, de Tranikot egyenesen hátborzongatónak találta. Amikor viszonozta pillantását, olyan érzése támadt, mintha a visszafojtott őrület bugyraiba nézne. Te azzal a másikkal jöttél a hajóra, azzal a... Tranik pillantása megtalálta Royce-ot. Ezzel a fürge fickóval, aki olyan jól mászik odafenn. Mi is a neved? Melbourne, nem? Royce Melbourne? Hallottam, hogy nem érezted túl jól magad. Milyen különös? Royce nem válaszolt. Igazán különös. Tranik strázsa, kiáltott utána az öregember, és a hangja alig ért el hozzájuk a fedélzet másik végéből. Szeretnék végre lemenni ebből a nyírkos szélből, ha lehetséges. A vénember köhögött. Tranik egy pillanatra rajta felejtette a tekintetét a tolvajon, aztán sarkon fordult, és faképnél hagyta őket. Nem az a fajta, akinek jól esik az érdeklődése, mi? Kérdezte Wyatt. A csónak visszakerült a fedélzetre, a kapitány pedig megjelent a tatfedélzeten, és új útirányt adott meg. Keletre, a szél felé.